Az 1980-as években Magyarországon a keresztényeknek titkosan kellett tevékenykedniük. A rendőrség zaklatta őket, és a kommunisták megpróbálták a gyülekezeteket tönkretenni. De mára minden megváltozott. George Thomas Budapestre látogatott, és ott egy 50 000 tagú közösséget fedezett fel, amely egykor föld alatti egyház volt. Az egész egy kis házban kezdődött. Néhány ember gyűlt össze Budapest közelében egy kertvárosban. 1979 volt. Milyen volt egy kis föld alatti gyülekezet pásztorának lenni? Nagyon nehéz volt. A kommunista diktatúra kellős közepén éltünk Magyarországon. Elkezdtek fiatalok jönni a gyülekezeti házba, és Isten szelleme erőteljesen munkálkodott közöttük. Ezt nem nézték jó szemmel a hatóságok. Az állam tiltotta a közösségi vallásgyakorlást Magyarországon, ezért az olyan hívők, mint Németh Sándor illegalitásba kényszerültek. Hogyan tekintettek a kereszténységre a kommunisták? A keresztényeket alig vették ember számba, másodrendű polgároknak tekintettek bennünket. A kommunista rendőrség többször le akarta dózerolni a gyülekezeti házat. Az egész egyházat a történelem zsákutcájának tartották. 30 évvel később ez a kis föld alatti közösség ilyen mega gyülekezetté vált. A hit gyülekezete 50 000 aktív taggal rendelkezik, akik országszerte 250 helyi gyülekezetben jönnek össze minden héten. Álmodott ön arról, gondolta-e volna valaha is, hogy egy nap itt fog tartani, ahol most van? Soha nem gondoltam volna, és csak azt tudom erre mondani, hogy mindez csoda. Vasárnap reggel, amikor a CBN News stábja 8:30 körül megérkezett a gyülekezetbe, azt láttuk, hogy már emberek sokassága igyekszik a Budapest egyik külső kerületében található hídgyülekezete felé. A forgalmi dugóban az autók csak lépésben haladhattak. Az istentisztelet délelőtt 10 órakor kezdődik, de már 9 órakor ezrek álltak sorban az ajtóknál a beengedésre várva. 10:30-re teljesen megtelt a csarnok, miközben a pódiumon a zenekar készülődött. A karzatok és a csarnok minden egyes része zsúfolásig tele volt emberekkel. Vidéki falvakból és távoli városokból is érkeztek emberek, hogy részesei legyenek annak, amit Németh Sándor a változás szelének nevez, ebben a volt kommunista országban. A cél, hogy minél többen megtapasztalják az igazi és eredeti kapcsolatot Jézus Krisztussal, hogy az emberek megismerjék a Biblia Istenét és újjászületett hívőkké váljanak. Németh Sándor elmondta, hogy minden vasárnap jönnek előre emberek, akik befogadják Krisztust vagy gyógyulásokat élnek át. Az öngyilkosság határán voltam, de Isten megmentett. Igen, itt a híd gyülekezetében találtam meg a felépülés helyét. Sokan, akikkel beszéltünk, beszámoltak arról, mit tett Isten az életükben. Itt van például a Száva család. Az emberek rettegtek a Száva név hallatán. Hírhedtek voltunk. A Száva testvérek egykor Magyarország egyik leghírhedtebb bűnöző családját alkották. Most azonban a gyülekezet börtönszolgálatának segítségével a Száva család több tagja is újjászületett keresztény élet. Mióta megtértünk, ha kimondják a Száva nevet, az emberek többé nem rettegnek. Isten új dolgot cselekszik az életünkben. Vasárnaponként neves politikusok, híres művészek, messiás hívő zsidók, jómódú üzletemberek és különféle társadalmi rétegből jövő emberek dicsérik együtt Istent. 2001-től a vasárnapi istentiszteletet élőben közvetíti országszerte egy magyar televíziós csatorna. Ennek nagy hatása van a társadalomra. Számos pozitív levelet kapunk, amelyekben az emberek elmondják, hogy megváltozott a kereszténységről alkotott képük, amióta közvetítjük a vasárnapi istentiszteletet. És amikor Németh Sándor nem prédikál, akkor könyveket ír és főszerkesztőként egy politikai heti lapot irányít, valamint segít feleségének a gyülekezet oktatási intézményeinek vezetésében. Jelenleg egy új keresztény egyetem tervein dolgoznak. Itt látható ezeken a képes lapokon Budapest megdöbbentően szép látképe. Ugyanakkor látszik az országon a 40 éves kommunizmus hatása is. Németh Sándor a cinizmus szelleméről is beszélt, és arról a bizalmatlanságról, mely áthatja az országot. A kommunizmus lerombolta az értékrendet, családokat és barátságokat szakított szét. A titkos ügynökök és besugók kiterjedt hálózata miatt arra kényszerültek az emberek, hogy ne bízzanak egymásban. Szeretnénk, hogy az emberek megtudják, az evangélium üzenetében benne van a szabadság és a megbocsájtás. Fel akarjuk szabadítani az embereket a múlt alól. De a múlt továbbra is kísérti a gyülekezetet. Vannak ma is kémek a gyülekezetben?
Nos, ahol Isten munkája jelen van, ott mindig vannak kémek, vannak besugók, akik az oldalvonalról leselkednek. Nem tudom másképp elképzelni, különösen ebben a térségben, de nem érdekel, ha itt vannak. Csak azt várom el tőlük, hogy ne hazudjanak, hanem a valóságot adják tovább. A gyülekezetet több ízben is vizsgálta a magyar adóhatóság, de nem talált semmiféle pénzügyi szabálytalanságot. Jézus is vizsgálat alatt állt, így nekünk is hozzá kellett ehhez szoknunk, de semmi nem állíthat meg bennünket Jézus Krisztus üzenetének hirdetésében. Délután 4 óra van, 6. órája tart az Isten tisztelet. Németh Sándor hamarosan lezárja az összejövetelt. Ezen a vasárnapon arra buzdítja a hívőket, hogy szánják oda magukat arra, hogy a reménység üzenetével megváltoztassák a nemzet szellemi térképét, hogy egy nap Jézus Krisztus üzenete hangozzon az egész országban. Azt akarjuk, hogy Magyarország kijöjjön a gazdasági és erkölcsi válságból. Szeretnénk, hogy az elkötelezett keresztények olyan befolyásra tegyenek szert, amellyel segíteni tudnak társaikon, és meg tudják változtatni a társadalmat. George Thomas, CBN News, Budapest, Hungary. Ez az egyik legizgalmasabb dolog. Németh Sándor évek óta kedves barátom, mi is támogattuk a szolgálatát. Kérték, hogy a könyveimet magyarul kiadhassák, amit örömmel engedélyeztem. Nagyszerű kiadójuk van. Hát nem izgalmas? Fantasztikus. Azok a fiatalok... Nagyon szeretem látni, amit az Úr világszerte cselekszik. Isten áldja Magyarországot. Magyarország egyébként elsőként próbált kitörni a kommunizmusból. Rendkívüli volt, ami ott történt. Szerintem gazdasági megújulás is történt az országban a szellemi mellett. Sándor, amikor legutóbb itt járt, beszélt nekem arról, hogy a megszállás régi erői még mindig próbálkoznak azzal, hogy visszaszerezzék a hatalmat. Minden esetre nagyszerű ember, olyan, akiért érdemes imádkozni. Nagyon értékeljük azt a szolgálatot, amit Németh Sándor végez. Nagyszerű ember ő is, és a felesége is.